Az egyenlítés reményében fogadta Continental Arénában a Vasas Óbudát a Fátum Nyíregyháza. Az első játszmát 21-re a hazaiak nyerték, a második szett 19-re a vendégeké lett. Ismét a házigazda következett, a harmadik szettben 17 pontot engedélyeztek ellenfelüknek Vargáék. Egy szoros játszma végén egyenlítettek a fővárosiak, így ismét jöhetett az ötödik játszma. Egy végletekig kielezett szett végén 16-14-et követően a Vasas örülhetett, a hazaiak pedig 2-0-ás hátrányból várják a döntő folytatását. Nehéz értékelni ezt a mérkőzést, mert gyakorlatilag a koppintása volt az elsőnek, tehát tényleg ugyanúgy 2-1-re vezettünk. Én úgy mondom, hogy tényleg voltak olyan pillanatok, amikor el lehetett volna dönteni ezt a mérkőzést. De hát sajnos most erre lehet fogni, hogy ilyen a sport, tehát benne van az, hogy tényleg megint kicsúszott másodjára a kezünkből, pedig tényleg mindent megtettek a lányok. Ennek ellenére nagyon jó érzés volt, amikor mérkőzés után kint beszélgettem a szurkolókkal, hogy továbbra is bíznak a nyíregyházi emberek és a nyíregyházi szurkolók a csapatban, és tényleg ez most számomra egy nagyon pozitív töltet az, hogy azt mondják, hogy hála Istennek újra van Nyíregyházának egy jó női röplabda csapata. És ez tényleg azért ad ilyenkor sok erőt, mert nyilván el vagyunk keseredve, mert mi is meg szerettük volna nyerni ezt a mérkőzést. Hollósi László szerint tudják a receptet, tisztában vannak azzal, mi kell ahhoz, hogy a harmadik mérkőzést győzelemmel zárják. Ezeket az utolsó pontokat kéne még egy kicsit precízebben megjátszani, és még egy kicsit nagyobb hittel. De hát el kell ismerni, hogy az ellenfélnél egy csodálatos föladó van. Ez a 32 éves brazil hölgy a legnehezebb időszakukban is össze tudja szedni a csapatát. Sokszor már tényleg az látszik az ellenfél négyesütőjén, hogy fáradtak, és már néha talán azt is mondhatnánk, hogy hitehagyottak, de mégis ez a brazil hölgy össze tudja kaparni a játékos társait. Úgyhogy úgy érzem, hogy most elsődlegesen a túloldalon a feladót kell legyőzni. Az Extraliga döntőjének harmadik meccsét pénteken rendezik Budapesten.